Nagyszerűen kezdték a szezont a másodosztályban a nyíregyházi férfi kézilabdázók. A legutóbbi bajnokságban az ezüstérmesen KC két góllal legyőzte a bajnok esélyes Ferencvárost, majd ugyancsak két góllal nyert Balassagyarmaton. A harmadik fordulóban a Kecskemétnél négy találattal bizonyult jobbnak a Varga Zsolt által irányított együttes, amely legutóbb a Mizse KC otthonából távozott 28-27-es sikerrel. Szerettük volna, hogy így kezdődjön a bajnokság. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évből tanulva hamarabb kezdtük el a munkát is, illetve az élet úgy hozta, hogy pont azokkal, szinte ugyanazokkal a csapatokkal kellett megmérkőznünk. Gondolok itt a Ferencváros elleni rangadóra, ami tavaly ugyanígy csak akkor a Népligetben. Ott kikaptunk egy gólt, most hál' Istennek itt azért ezt a meccset meg tudtuk nyerni. Illetve a Kecskemét következett, ahol tavaly itthon egy gólt kikaptuk, ezt a meccset most sikerült megnyerni. Úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokságban ez mindenképpen négy értékes győzelemmel megyünk neki a következő mérkőzésnek. Négy fordulót követően egyedül a nyíregyházi KC 100%-os az NB1B keleti csoportjában. A listavezető szombaton 19 órai kezdett el, a Szeged második csapatát fogadja be Miskolcsarnokában.